Influenza járvány szedi áldozatait Romániában a vírusos megbetegedés végzetes kimenetelő, amennyiben már krónikus beteget érint. Az elmúlt pár hónapban 30 halálos áldozatot követelt, háromszor annyit, mint tavaly. Magas láz, légzési zavarok, köhögési rohamok, ezek az influenza első tünetei. Az egészséges emberi szervezetre többnyire veszélytelen, ám a legyengült immunrendszerű vagy krónikus betegek esetében a felülfertőzés életveszélyes lehet. Ugye egy hemofilusznak nevezett baktériummal történik, legalábbis a tüdőklinikáról jelentették, hogy több betegnél kimutatták ezt a baktériumot. És az a gond, hogy egy jó pár antibiotikumra, ami eddig hatásos volt, ez a baktérium most már nem reagál. Az influenza és a krónikus betegségek kombinációja nemrég két halálesethez vezetett a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Mint később kiderült, nem a H1N1 köznyelven sertésinfluenza néven emlegetett betegség áldozatai lettek krónikus betegségben szenvedő leépült szervezektől van szó, ami társ, társult egy bizonyos átípusú grippévírussal. És a valóság ehhez tulajdonképpen a kérbetegnek az elhalálozásával kapcsolatban. Országos szinten ebben a szezonban már 30 áldozata van az influenzának, a tavalyi év hasonló időszakához képest megháromszorozódott, jelenti az Egészségügyi Minisztérium. A szaktárca szerint egyébként március elejéig félmillióan oltották be magukat a betegség ellen.